Elindult az ellenzéki előválasztás a főpolgármesteri címért, és van egyfajta programvita arról, hogy Horváth Csaba vagy Karácsony Gergely programja van-e jobban készen, vagy ki mennyit mutat be. Karácsony Gergely lesz a következő vendégünk. Lehet ezen persze jelcelődni, hogy én már 10-15 évvel ezelőtt láttam azt, amit ma már szívesen megvalósítanak Nyugat-Európában, de higgy el, hogy egy politikus arc különbözteti meg mondjuk egy átlag embertől, hogy látunk olyat, amit ők akkor még nem, és hajlandók vagyunk ebbe víziót alkotni, és hajlandók vagyunk ezért cselekvésként nap-nap dolgozni. Csomó mindenről nem tudtunk beszélni, például mi alapján fognak dönteni a választók. Ön azt mondta, hogy 90%-ban megegyezik a programja Karácsony Gergely, akkor ez egy szimpátia szavazás. Igen, a helyzet az, hogy Karácsony Gergely egy interjút adott a HVG-nek, és abban örömmel látom, hogy a programomból számos elemet idézett, ami jó, mert nem vagyunk egymástól távol. Ugyanakkor nyilván én még Karácsony programját nem láthattam, mert hogy ezt majd ezután fogja bemutatni. És mondta. Hát azért minden esetre egy ítéletet mondott önről Karácsony Gergely, nem azt mondta, felületes ígéretekkel nem fog hülyét csinálni magából. Nekem nincsenek felületes ígéreteim, tehát én csak olyan vállalást teszek, amihez van politika és van szakmai háttér. Stúdióban tehát itt van Karácsony Gergely főpolgármester jelölt. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na, amikor beidéztem önt Horváth Csabának, hogy felületes ígéretekkel nem fog hülyét csinálni magából, Horváth Csabára gondolt? Nem, saját magamra, hogy magamból nem fogok hülyét csinálni felületes ígéretekkel. De azok az ígéretek, amiket Horváth Csaba tett, azokat felületesnek gondolja, vagy megalapozottnak? Amelyeket az elmúlt időszakban tett? Hát mondjuk, amit bejelentette a programját. Hát amennyire tudom ezeket követni, azok azt gondolom, hogy főcsapás irányokban hasonlóak azok, amit én is gondolok a városról. Tehát ez a mondat nem Horváth Csabáról szólt. És tudom, hogy önnek az a feladata, hogy úgy állítsa be, hogy Horváth Csaba között valami öldöklő küzdelem van, ez egy nagyon nemes és baráti programalapú vita lesz, úgyhogy nem szeretném belemenni ebbe az utcába, nem haragszik. Én nem gondolom, hogy öldöklő küzdelem lenne, de hát minden esetre küzdelem, azt, tehát önök közül az egyik fog persze, napon maradni. Persze, nyilván azok, akik fontosnak érzik, és szeretném, ha sokan fontosnak éreznék, hogy részt vegyenek abban a döntésben, hogy milyen legyen Budapest 2019 után, azoknak két lehetőségük van arra, hogy ebben a folyamatban részt vegyenek. Az egyik az, hogy részt vehetnek az előválasztáson, és részt vehetnek annak a jelöltnek a megnevezésében, aki Tarlós István kihívója lesz. Szerintem ez egy nagyon fontos fejlemény. Én nagyon régóta beszélek arról, hogy a demokrácia kiszélesítésére van szükség az ellenzék oldalon, ha már a Fidesz a zsákutcába megy a demokratikus fejlődés szempontjából visszafele, mint ahol kellene. Szerintem több demokrácia kell, ez a pártukra is érvényes, az ellenzéki politikára is. És a másik, ami pedig a program kidolgozását illeti, szerintem egy 21. századi várost vezetni olyan programmal lehet, ami nem csak egyszerűen szakmailag megalapozott, hanem átbeszélt a társadalom különböző csoportjaival. Van egy csomó olyan kérdés, ami feszíti Budapest jövőjét, az ország jövőjét, és ezeket én szeretném megbeszélni mindenkivel. Tehát nekem kész programom akkor lesz, amikor odaérünk a választás napjáig, mert addig szeretném ezt a programot egyeztetni, és addig minden nap bemutatok valamit ennek a programnak egy konkrét állítását. Ez egy elég nehéz mutatát. Dolog, nem? Konkrét elképzelés, konkrét ajánlat nélkül kérni támogatást. Nem. Hát számos kérdést fel tudnék vetni, ami azt gondolom, hogy társadalmi vitát feltételez. Mik a legfontosabb fejlesztések, amelyeket meg kéne tennünk? Vajon azok a legfontosabbak, amelyeket mondjuk egy kormányhatározatban nem neveztek, vagy van valami más, ami fontosabb? Hogyan kell Budapesten csökkenteni a légszennyezettséget? Azt gondolom, hogy ez egy életbevágó kérdés abban az értelemben, hogy Budapestnek a levegője az nem európai, hanem inkább az ázsiai, kínai nagyvárosokét jellemző. Emberek hamarabb halnak meg azért, mert Budapesten rossz levegőt szívnak be. Mit tegyünk ez ellen? Mi legyen a behajtás? Díjjal. Egy csomó olyan kérdés van ahhoz, én szeretnék mandátumot kapni a budapestiektől, és egy politikus szerintem akkor jár el sikeresen, hogyha azt az elvet követi, hogyha gyorsan akarsz haladni, menj egyedül, de hogyha messzire akarsz menni, akkor menj másokkal együtt. Tehát egy város, ami egy komplex rendszer, én azt gondolom, hogy azt önmagában a részvétel is egy fontos üzenet, és a mai sajtótájékoztatóm, ami az első konkrét ígéretről szólt. A városháza. Az éppen arról szól, hogy a budapesti városháza azt üzeni a budapesti polgároknak, hogy itt a pesti elit jár be dolgozni, a hivatalok és a politikusok, akik itt az autóikkal parkolnak, és az a nem tudom, 3-4 ezer négyzetméter, amit oda lehetne adni a városnak, és Budapest főtere lehetne, Budapest legértékesebb telkén ma politikusok autói parkolnak. Szerintem ez egy nagyon rossz üzenet. Ilyen könnyű, és én kerékpárral közlekedik. Én közlekedek a városban, jellemző módon olyan módon közlekedek, hogy másnak ne legyek a rovására, vagy tömegközlekedek, vagy kerékpárok, nagy ritkán én is szoktam autózni, és olyan város szeretnék, ahol egyre több ember választhatja azt az alternatívát,
hogy nem az autójába ül, hanem helyette jó tömegközlekedés van, vagy éppen valamilyen más alternatíva, de egy főváros, egy 21. századi város nem üzenheti azt a polgárainak, amit üzen ez a városháza. Ezért volt az első ígéretem ez. Jó, rendben. Ön azt mondja, hogy nem egy öldöklő küzdelem van ön között és Horváth Csaba között. Mi alapján fognak, a programjuk nagy részt fedi egymást, mi alapján fognak különbséget tenni egy önök között mondjuk az előválasztásban szavazók? Hát, valószínűleg lesznek vitáink, tehát az elkövetkező hetekben többször is fogunk együtt szerepelni, és akkor ott ki fog derülni az, hogy mi az, amiben esetleg részben más gondolunk. Illetve hát nyilván az van, hogy bár egy korosztályhoz tartozunk, de politikai generáció szempontjából én egy másik politikusi generációhoz tartozom, sorolom magamat, tekintettel arra, hogy 2010 után lettem politikus, és bár én azt az elvet vallom, és tudom, hogy ez az Echo TV nézők számára nem szimpatikus, de hát higgyék el, hogy engem is a jó szándék vezet, hogy az ellenzéki pártoknak együtt kell működniük, de én azt gondolom, hogy meg kell újítani az ellenzéki politizálást, és én ebben az értelemben talán egy frissebb elgondolást képviselek. A Csaba egy rutinusabb versenyző. Én tegnap itt a stúdióban, hogy mindenkinek vannak előnyei. Az a jó, hogy ezeket nem nekünk kell eldöntenünk, nem a politikai, hogy is mondjam, tárgyulasztalnál pártok egymást nyomasztva valamilyen módon kiizatnak egy döntést, és akkor azt mondják a választópolgároknak, hogy ha tetszik, nem tetszik, erre kell szavazni, hanem van egy részvételi folyamat, amiben ki tudja, ki mit fog mérlegelni. Nyilván én azt gondolom, hogy nekem is vannak előnyeim, nem eltagadva másoknak az előnyeit. A legnagyobb elismerés hangján szól Horváth Csabáról, tehát komolyan, szinte már zavaró az, hogy mennyire jó jelöltnek tekinti. Én magamat jobb jelöltnek tartom, hogyha ezt szabad még hozzátennem, és abban bízom, hogy meg fogom nyerni az előválasztást, és utána a következő két lépést, hiszen lesz egy második kör az előválasztási folyamatban, és aztán jön a lényeg. Tehát azt gondolom, hogy Budapestnek változásra van szüksége, és azt gondolom, hogy Tarlós István, akit én emberileg tisztelek és becsülök, azt gondolom, hogy nem tudja azokat a változásokat hozni, amire Budapestnek szüksége van. Az, hogy Tarlós István meg tudja venni, mondjuk tételezzük fel, hogy ön kerül ki győztesen ebből a végső folyamatból, azért ahhoz az ő szavazói közül is többeket el kell hódítani. A Tarlós István 49%-ot szerzett egymaga, legutóbb az összes többi ellenzéki nagyjából 51%-ot. Tehát meg kell szólítani a jobboldali, mondjuk a jobbikos szavazókat is. El fogja fogadni mondjuk a Jobbik támogatását, hogyha oda kerül? Én mindenkinek a támogatását elfogadom, aki a program mellé tud állni, és abban hiszek egyébként, hogy Budapesten és az önkormányzati választáson általában kell ellenzéki egység. Tavaly márciusban még azt mondta, hogy a Jobbik tele van nácikkal. Nem ezt mondtam, és fontos, most különösen fontos, hogy mit mondtam. Azt mondtam, hogy a Jobbikban még mindig vannak nácik. Az a helyzet, hogy ezek már nincsenek ott. Tehát a Jobbikból pont azok a figurák léptek ki, akiktől nekem feláll a szőr a hátamon. Úgyhogy a Jobbik az én szememben a parlamenti választás után, és ez alatt a, hogy mondjam, átalakulás révén számomra elfogadható partnerré vált. Tehát a Mi Hazánk mozgalomra gondol, és gyakorlatilag azt mondta, hogy ők. Hát ön rendkívül éles látóan ezt igen megfejtette. Valóban. Tehát én azt gondolom, a Jobbik múltja az egy nehéz örökség. Azért vannak jobbikos politikusok, akik azt gondolom, hogy végigjártak egy hosszú utat, mire megérkeztek ide, ahol vagyunk, tehát, hogy is mondjam, mindenkinek van múltja, és a jövő szerintem fontosabb, mint ez a múlt. Mi lesz az ön kampánystratégiája most az előválasztásban? Tordai Bence többször feltűnt most itt ön mellett, egy élő videót is a hetes buszról, tehát várhatunk ilyen performanszokat öntől, hogy kiáll sajtótájékoztatót tartani, és azt mondja, hogy cöv. Megfontolom ezt a javaslatot, nem. Alapvetően én arról a városról szeretnék beszélni, amit meg kell építenünk, egy hosszú távú vízióról, hogy milyen irányba akarjuk vinni a várost. Ez nyilván arról szól, hogy hogyan lépjük meg azt a zöld átállást, amit minden modellvárosban meg kell lépni, azt gondolom, hiszen klímaváltozás van, légszennyezettség van, van egy telítettség a városban, és hogy hogyan egy távoli jövő, de nagyon sokat szeretnék apró lépésekről beszélni. Tehát nem elveszni abban, hogy 2058-ban majd mi fog történni, hanem mi lesznek azok a konkrét lépések, amik jelenleg menjünk. Abban az értelemben persze a kommunikációnk, tehát én nem tudom azt mondani, mint a miniszterelnök mondott mai sajtótájékoztatóan, hogy neki van olyan médiája, amivel eléri a választópolgárt, nekem nem nagyon van, ezért nyilván ebben is alul marad az MSZP-vel szemben. Egyrészt az MSZP irodáiban zajlik ez a regisztráció, meg az előválasztás. Az előválasztás az a Pesti utcán, vagy tehát közterületeken is fog zajlani, tehát azt gondolom, hogy ahhoz, hogy megszervezzük, ez nyilván kell a pártok kapacitása, de én nem félek ettől. Tehát én azt gondolom, hogy ha elmegy elég sok ember, legalább mondjuk 10 ember, akkor az
azt a közönséget, aki Budapesten a változást akar, azok tudják majd reprezentálni, és majd mérlegelik. Én bármi lesz az eredmény, azt önmagában egy győzelemnek gondolom, hogy van végre előválasztás, van végre egyfajta új ellenzéki politizálás, ami visszamegy az alapokhoz, és átadja a polgároknak a döntésjogát olyan kérdésekben, ami valóban rájuk is tartozik. És nagyon sajnálom, hogy ez részben azért is lépjük meg ezt a dolgot, mert közben a Fidesz és az elmúlt 9 év politikája pont, hogy leépíti a demokratikus intézményeket, mi meg újakat hozunk létre. Na jó, ön kire bízná a menzát a Városházán, hogyha főpolgármester lesz? Gondel mondjuk pályázik, akkor megkaphatná? Hát ha árban versenyre tud kelni másokkal, akkor tőlem megkaphatja. Mondjuk a Kármelitával? Tehát olcsóbb menzát szeretne, mint a Kármelitában? Nézze, az első programpontom nem arról szólt, hogy a képviselőknek olcsóbb lesz a menza, hanem azt, hogy a képviselők parkolója helyett a pesti emberek főterét szeretném létrehozni. Megmondom őszintén, nem gondoltam még át azt a kérdést, hogy ki fogja a menzát szolgáltatni, de értem a célzást. Dallos István azt mondta, hogy ha rajta múlik és ő marad, akkor beszántja a BKK-t. Önnek mi a terve? Na, ez például egy érdekes vita, mert ebben nem csak Talos főpolgármester úrra van éles vitám, hanem egyébként bizonyos szempontból Horváth Csabával is. Annak idején ugyanis, amikor én fővárosi képviselő lettem ebben a ciklusban Zugló polgármestereként, akkor az egyik első napirendi pont volt a BKK szétszedése, a 2010 és 2014 között működő BKK, ami egy rendkívül sok feladatot integráló közlekedés szervező cég volt, és ezt elkezdte... Erősíteni a BKK-t? Erősíteném. Vagy? Én visszahoznám. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy Talos István első ciklusában sok fontos fejlesztés volt, és ezt részben az egységes BKK, a Vitézi által vezetett, Dávid által vezetett BKK hozta létre. Tehát szerintem kell egy egységes, erős, kompetenciával rendelkező közösségi közlekedés szervező cég. Mi lenne a terve a közmunkatanáccsal, amelyik fölállt, elkezdett működni, vannak benne ellenzéki tagok és kormánypárti tagok? Hát egy darab ellenzéki tag van benne, azért ne essünk túlzásokba, és a kormány a döntő szó. Nézze, megtartaná, vagy nem? Hát ez nem a főváros döntése volt, hogy ilyen van. Tehát a magam részéről szeretném használni Budapest érdekére. Ugye itt egy nagyon fontos dolgot... Igen. Egy nagyon fontos dolgot látni kell. Budapest rengeteg adót fizet be a magyar közös költségvetésbe, és ennek az töredékét kapja vissza, és ma már csak ezen a rendszeren keresztül. Én ezt politikailag nem tartom helyesnek. Tehát a budapesti költségvetés, a nagyság az elmúlt 9 évben a felére csökkent, miközben egyébként a város adósság állománya 2020-ra eléri azt a szintet, amit egyébként konszolidálni kellett egy sokkal kisebb költségvetés mellett. Ezben a metrofejlesztések, meg az elmaradt világos, a lényeg az, hogy a Budapest fizeti be az adót a közös kasszába, és ebből nagyon keveset kap vissza, és most már a kormányon keresztül kapja vissza. Én ezt nem tartom politikailag helyesnek. Mikor ön lesz az ellenzék közös jelöltje, ezzel lábon lőtte az összes vidéki város és a vidéki településen indított jelölteket, mert ők azt fogják mondani, hogy az ő pénzük. Nem, szó nincs erről. Hát, de Budapest például kimarad a legtöbb európai fejlesztési forrásból, azért, éppen azért, mert a fejlettsége miatt, és ez rendben is van. Tehát én nem arról beszélek, hogy Budapestre kell hozni minden pénzt, nem. Én az egységegyenlőség pártján vagyok, tehát Budapest-vidék konfliktus nem szeretném, hogyha bárki kiolvasta a szavaimból, de azért az, hogy ilyen mértékű adóelvonás van Budapest vonatkozásában, ez szerintem európai szinten is páratlan. És ez az autó helyi autonómiát korlátoz. Nagy Imre szobor átkerül most a Margit híd mellé. Megtartaná ott áthelyezni, onnan visszahelyezni a Kossuth téren? Nézze, az a baj, ez egy nagyon rossz vita. Most egyrészt van egy eljárási része, ugye erről egy törvény határozott, és a főváros véleménye ebben az ügyben nyilván fontos lehet, de nem biztos, hogy ezt fog mindent eldönteni. Az a rossz, hogy ezeket a szimbolikus, a múlttal kapcsolatos vitáinkat állandóan újra akarjuk szabni. Én most követtem a miniszterelnök úr, mit mondott például a városköltözés kapcsán. Én azt a politikát, amit ő a város terén használ, hogy vissza kell állítani egy valami fajta idő utazással visszamegyünk 1944-ig, én ezt egy nagyon rossz üzenetnek gondolom. Szerintem, hogy például egy 21. századi miniszterelnök ne akarjon a várba költözni, szerintem ez egy nagyon rossz üzenet. Mindent értek, hogy akkor ne a törvényhozási hivatást választjuk el. Nagy Imre szobor, szerintem az egy szép szobor, az a szobor oda lett kitalálva. Az a szobor pont arról szól, hogy Nagy Imre a híd közepén visszanéz, és az egész, Nagy Imre egész tragikus történelmi szerepét nagyon szépen mutatta, szerintem borzasztó rossz üzenet, hogy ezt elviszük, és a legrosszabb, hogy a múlt csatáit vívjuk meg, ahelyett, hogy jövőt visszatennél a vértanúk terére. Én azt gondolom, igen. Karácsony Gergely, köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm.